Na, mi baj, létesik Ádi már alkot. Ez csak egy ilyen kis kurta. Na. De próbálkozik már Ádi a technikával. Ugye megérkeztünk a bivaj létre. Sziasztok! Rikári féle kurta vlog, itt a nagy csapat. Adani már veszi a Hogyan készült című adást. És megérkeztünk ugye a bivaj rét mellé. És most nem tudom megszámolni, hogy hányan vagyunk. Itt a nagy csapat, és elindulunk be a rét felé. Egyébként Bencének megmutatom, hogy nem ott az Ipacska utcánál lehet a bivaj rétre bemenni, ahol ő próbálkozott, mert az a Cséri telep, az a közterület fenntartónak a telepe, ott el fognak zavarni, ott sorompó van. Ugye itt is van egy sorompó, de itt nem zavar el senki, mert hogy ez csak az autók, meg cross motorosok, meg ilyenek ellen vannak, és itt éppen De a Rikári majál is azok be tudnak menni, az ellen nem véd. Na, és akkor menjünk. Ja, ez a Wabernél szerepe is. Ja, és ez a 142-esből kiágazó van itt egy iparvágány. Jobbra megy a 142-es, ugye? Hát itt arra, hogyha... Pont egy vágány. Hogyha ezen a gazon átverekednéd magad, akkor kiutnál az a mizseihez. Akkor jól emlékszem. Igen, hát én vagy 5 évvel ezelőtt ezen még át tudtam menni gyalog, most már szerintem nem, most már nem, már nem lehetne. 5 évvel ezelőtt annyi változott, hogy akkor még úgy, ahogy járható volt. Hát úgy, ahogy igen, járható volt. Én egész idáig el tudtam sétálni. Sziasztok! Iratkozzatok fel Alex csatornájára. Hát most már nem lehetne elmenni rajta. De most akkor megy a felvét. És ott a vonatpótlónak a gumikereke. Az nem, az egy traktori. Itt jött. Arrafele lesznek majd az oszlopcsonkok. Az biztos megmaradt, hát ide ki jönne ide oszlopért. És akkor 51-es villamos bivajrét fele. És itt meg lesznek az oszlopcsonkok. Valamelyik majál is van még ezért, valaki hozott villamos táblát is, 51-es villamos, meg ugye az egyik oszlopcsonknál. Itt olyan körülbelül egy olyan 3 vagy 4 oszlopcsonk van. Igen. Oszlopcsonk 1. És még van vagy 3 emellett. És még ott arrafele van még vagy 3 oszlopcsonk. Ott a következő oszlopcsonk. Meg a következő után is. És a salakot azt ugye kiöntötték a szemétbe. Ezért a szemét tele volt salakkal. És hát ugye nem mindenki tudott ügyesen fűteni, meg jó a kémény, nem jó a kémény, jól szelel a kályha, stb. Hát azokban maradtak időnként a salakba széndarabok. És a nagy gazdasági világválság idején ide jártak ki az emberek, a szegényebb emberek a cséri kokszot gyűjteni, az volt, hogy szépen a szemétből kitúrták a megmaradt széndarabokat. És még nagypapám is volt itt állítólag ilyen célból annak idején, amikor a dédinek nem volt munkája a gazdasági válság idején, és akkor állítólag voltak kint itt cséri kokszot keresni. Mert ők Erzsébeten laktak meg, aztán Csepelen. Ja, jó! És akkor mehetünk a többi oszlopcsonkhoz? Ugyanabban, mint amilyen neked van. A Nikon az ugyanaz használ. Igen. És oszlopcsonk 3. Ja, videó? Videó. Na akkor én is csinálok, hogy videó. Eljutottunk ja, eddig. Ahova tavaly is. De tovább nem lehet menni, mert nagy a gaz. Videózom, ahogy videózol. Várja, két Nikon szembenéz egymással. Viszont. Meg egy Sony. Hagyjad már a Sony-dat. De ahogy panyagodok a Sony-t. És akkor mi baj rét ismét. Rikári már a felkonfot elmondta, amit nem vettem föl, de majd az ő videójában benne lesz. Ja, messze van még a széle. Megnéztük az összes oszlopcsonkot, ami tavaly is megvolt. Elég már, csak egy felkonfot vettem szóval, ameddig be nem telik a terhely, addig fogja venni. Akkor ezt hiszem, tisztán látom. Így készült filmfordon. Rikári és a kameraman.
Arrafele kéne lenni, és valahol a Gémes kút, és ott lehetett a... ott valahol a kanyarnál. Csak hát errefele meg már nem tudunk elmenni. Mennyire van? Hát egy olyan 50 méter, talán még el tudunk menni, azt megnézhetjük. Nézzük meg! Hát, ha... a koordinát a kezünkbe, amit... Ja, persze, menjünk, ameddig tudunk, aztán meglátjuk. Egy Jolly Jokert kapnánk most. Ugye valahol itt ment a nyomvonal is. De itt a térképen is, mint a pontatlanul lenne behúzva. De biztos, hogy ez a töltés, és egy kicsivel arrébb teszi. Tehát az meg szerintem nem jó. Meskút feltételezett helye, valahol itt. Háttérben a Váberes telep, és innen már nem lehet követni a nyomvonalat, mert meg kéne mászni ezt a nagy menedek valamit. Meg egyébként a Váberes telep is útban van. Itt viszont valami, itt ezt leégették, ezt a nagy fát itt. Mivel, hogy izé, és hogy akkor lehet vissza. Egy dipónim, akkor majd lesz lovas tötnizés. Kereszt. Hát az azért persze, az a volányi parvágány átjárója. Igen. Akkor videózok és nem csak úgy csinálok, mert megközben Ikári fel tud venni. Ezek, ja, meg igen, itt két vágány van, mert arrafele van egy váltó egy olyan kb. 50 méterre arrébb, csak nem látszik a gasztól. Hát igen, az lenne most szép, hogyha ezen a vágányon vissza tudnánk sétálni a 142-esig, de nem lehet ezen már, nem? Itt nem tudsz végig. Hát már 5 évvel ezelőtt is azért ekkora gaz volt, és akkor még azért úgy, ahogy végig lehetett. Hát. Valami, de mikor látod kiszolgál a sidátokat? 80-as évek. Hát körülbelül. 80-as, 90-es. 90-es jelent. Ja, mi van? Megnézzük, hogy víz elő a kamera? Ja, mégis rá van írva, tehát... Nem, hát aztán lehet, hogy úgy vízálló, hogy megáll benne a víz. Van a csapatból, aki busszal jött, vagy... Vagy lehet, hogy busszal senki nem jött, de van, aki gyalog az úton, mi pedig itt elmentünk itt a gazban a sinek mellett. Ugye hát, egy vonalbejárónak ez nem kihívás. De ott van Rikári, tehát akkor a csapat másik része az még idáig nem ért el, és hát persze, hát mert különben látnánk őket itt tovább. És ott pedig már az átjáró van. De szerintem itt már át is tudnának jönni, és jöhetnének itt is. Tudom, hogy ja, megállásra átmentek a másik oldalra. Ja, igen, itt át akarnak jönni. Oké. Okay. Mert innen már van hely, itt tudnak jönni itt a sinek mellett is. Aha, és ott a csapat. És közben Ikári alkotott a túloldalt. Hát filmezi a fénysorompót, ami működik. Ugye a sinek már nincsenek, de a fénysorompó az itt villog. Egyébként ez azért van, mert 5 cm-re van bekötve az összes, és mivel van egy működő, amit használni kell, ezért a vízbelt majd nem akarják emiatt átvariálni, ezért inkább meghagyták a villogókat. Aha. De hogy itt már vonat nem fog jönni, az is biztos, mert látjátok, hogy ja, innen a sínt is kiszedték. 5 cm-re meg itt van, ugye? Hát akkor amiért jöttünk, az itt van a Burma kereszt. Ez mit se változott. Valami csidejódban azért ezt láttam, hogy igen. Nem lett formasra.